A Dél-Afrikai Köztársaságban már eddig is működött atomerőmű, de 2008-ban olyan válságba került az ország, hogy hirtelen nagyobb lett a fogyasztás, mint a megtermelt energia. Ennek okán döntött úgy a köztársaság, hogy jelentős energiafejlesztési programba kezdenek, melynek fontos része egy új atomerőmű építése is. Az atomerőműi blokkok egyik lehetséges építője Rosszatom, akinek a szervezésében 12 dél-afrikai újságíró ismerkedett a Magyar Atom programmal. Paksra is ellátogattak, ahol Süli János paksváros polgármestere beszélt nekik többek között arról, hogy milyen óvintézkedések vannak a településen az atomerőmű kapcsán. Kezdetben, amikor még az erőmű üzembe került és elkezdett működni, akkor még a biztonsági kockázata egy nagyságrenddel nagyobb volt, de azután végrehajtott átalakításoknak, biztonsági növelőknek, tulajdonképpen most azon kívül, hogy rendszeresen a sziréna próbákkal próbáljuk a lakosság figyelmét ébren tartani, hogyha bármi bekövetkezik, a korábban kiosztott eszközök, mint támzsák, illetve hogy ma jó tablettát esetleg be kell adni. Most az van az 1-4 blokk vonatkozásában, és hogy tulajdonképpen úgy lesökkent a hatósugara a bármilyen kibocsátásnak, hogy pillanatnyi azonnali intézkedésre nincs szükség még Paks vonatkozásába sem. A tájékoztatóban a polgármester arra is kitért, hogy milyen szerepet tölt be a régióban az atomerőmű, valamint hogy miként készül a város az erőmű bővítésére. Ennek kapcsán a dél-afrikai újságírókból álló küldöttség egyik tagja, Warren Thompson elmondta, hogy náluk hogyan kommunikál a kormány, és mik az új blokkok megépülését ellenzők problémái. Számos csatornán keresztül tudunk hozzájutni mi és a lakosság a hírekhez, mivel az energetikai programok tekintetében a kormány rendkívül nyílt és folyamatos tájékoztatást nyújt. Ami az ellenzéket illeti, ők több csoportban állnak. Természetesen vannak a különböző zöld csoportok, ők több okból is ellenzik az atomerőművet, vannak, akik a kiégett üzemanyag elhelyezésével kapcsolatosan aggódnak, mások az esetleges Fukushima-hoz hasonló balesetektől, katasztrófáktól tartanak. Az anyagi okok miatt is támadják, nem látják biztosítottnak az anyagi fedezetet, ami egy erőmű megépítéséhez szükséges. A küldöttség tagjai a Városházán tartott tájékoztató mellett megnézték Paksot, találkoztak a TEIT vezetőivel, illetve az atomerőmű karbantartó és gyakorló központjába is ellátogattak, ami különösen nagy élmény volt a számukra. Nagyon nagy benyomást tett rám ez a második atomerőmű, ahol életemben jártam. Itt Pakson az emberek nyitottsága, az átláthatóság, valamint, hogy például a karbantartó és gyakorló központban oda lehetett menni egész közel egy reaktorhoz, hatalmas élményt jelentett. A 12 újságíróból álló küldöttség programja Bátalpátiban folytatódott, ahol a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolóját tekintették meg.